Szorgos kezek festik a kosárlabda pálya kerítését Marcalváros 2-n. Ezek a felvételek még augusztus elején készültek, akkor kezdték a népszerű plac teljes felújítását. A körzet önkormányzati képviselője kezdeményezte a közel 2,5 millió forintos fejlesztést, amivel a sportolni vágyóknak akart kedvezni. 3000 fiatal tanul Marcalváros 2-ben, középiskolában és alapfokoktatási intézményekben. Úgy gondolom megérdemlik azt, hogy ha már van egy kosárlabda pályánk, van egy kézilabdapályánk, és hát a műfüves focipályáról és az erdői futópályáról nem is beszélve, hogy kicsit megújításra kerüljön. A Krúdi Középiskola ifjú tehetségei gyakorolnak a megújult kosárpályán kedd délelőtt. A képeken is jól látszik, hogy a kerítés festés mellett a palánkokat is kicserélték, és frissen felfestették a pályát is. A Győri Kosárlabda Akadémia reménységei szerint egészen más a megújult pályán gyakorolni. Az előző palánka az kicsikét rozoga volt, és ez most sokkal jobb, ugye most látjuk először, és hát nekünk heti 5 edzésünk van minden nap, meg most így 10. évben ugye vannak a 9-esek is, így lesznek reggeli edzéseink is, ami nagyon jó, szerintem már nagyon sokat lehet így egyénileg fejlődni. A korábbi viszonyokat én nem igazán tudom, mivel most vagyok 9-es, így nem láttam így a régebbi pályát, de így elég biztató jelek vannak, hogy azért a sportágnak nagy jövője lehet ebbe az iskolába, hogy így figyelnek minden részletre, meg körülményre. Naponta több száz diák használja a korszerű kosárlabda pályát, ami persze nyitva áll a környéken élők számára is. Nagy sikere van a fejlesztésnek, amit a képviselő és a Krúdi igazgatója már tovább is gondoltak. Rózsavölgyi úrral egyeztetve már azért messzebb menő terveink is vannak. Szeretnénk ezt a pályát még komfortosabbá tenni, tehát egy rekordtán ajzattal ellátni, és a többi pályát is tovább fejleszteni. Mi ehhez csak az érdeklődő diákanyagot tudjuk adni. Sajnos ehhez az ő szándéka, a város hozzáállása és pénzügyi támogatására is szükségünk van. Marcalváros 2-n tehát megvannak a további tervek is, hogyan tennék még élhetőbbé a lakótelepet a sportolni vágyók számára. A körzet képviselőit ismerve ezek sem váratnak majd sokáig magukra. A cél, hogy az emberek jól érezzék magukat Marcalvárosban, legyen szó fiatal, vagy akár az idősebb korosztályról.